Jó estét kívánok! Ez az Esti Közelkép, a Debrecen Televízió közéleti műsora. Döntött a kormány, a járvány második hulláma miatt a kabinet meghosszabbítja a háztartások számára nyújtott hitelmoratóriumot. Ez a konstrukció eddig 1 millió 600 ezer családnak és 60 ezer vállalkozásnak adott segítséget. Kiknek szól a meghosszabbított moratórium? Van-e, és ha igen, mi a teendője az érintetteknek? A legfontosabb tudnivalókkal érkezett a stúdióba Asztalos Éva, a pénzügyi navigátor tanácsadó irodahálózat debreceni irodavezetője. Kezdi csókolom, jó estét kívánok! Üdvözlöm, köszöntöm a nézőket! Ha megengedi, akkor kezdjük onnan a beszélgetést, hogy a hitelmoratóriumot eredetileg kinek is szánta a kormány? Eredetileg minden hiteladósnak szánta a kormány, tehát aki 2020. március 18-áig folyósított hitellel rendelkezett, annak fizetési moratóriumot rendelt el a kormány, tehát mind a lakosság, mind a vállalkozások részére. Ebbe milyen hitelkonstrukciók tartoznak bele? Lakáshiteltől, nem tudom, meddig terjed a skála? Eredetileg minden hitelkonstrukció beletartozott, tehát a személyi kölcsöntől az áruhitel, lakáshitel, mindenféle vállalkozói hitel, a leasingek, minden. Az volt a törvényalkotónak a szándéka nyilván a kormányzatnak, hogy a nehéz járványügyi helyzetben segítsen valamit a családok, vállalkozások anyagi terhein. Nagyjából tudjuk-e már, hogy ez milyen, mekkora összegű segítséget jelentett, és ennek fényében mi várható most a második meghosszabbított konstrukció idején? Nagy segítséget jelentett mind a lakosság, mind a vállalkozás sok részére. Azt tudjuk, hogy nem élt ezzel mindenki, ezzel a lehetőséggel. Körülbelül 40-50%-a a hiteladósoknak, aki élt a lehetőséggel, és ugye, a többiek arról nyilatkoztak, hogy ők inkább tovább fizetnék a hitelüket. Mondjuk ez a bankok számára mindenképpen jó hír, meg azt hiszem, hogy akkor ez egyfajta likviditást, tőkeerőt azért feltételez akár a magyar családok, akár a helyi vállalkozások részéről. Igen, mi egyébként a hozzánk érkező kérdésekre mindig azt válaszoltuk, hogy tehát azt javasoltuk, hogy aki tudja, az inkább fizesse tovább a hitelét, még hogyha a csábító is ez a lehetőség, hogy 9-10 hónapig nem kell törlesztenem a fennálló hitelemet. De utána viszont kell. Igen, és igen. Ha már itt tartunk, akkor kinek éri ezt meg fenntartani, és egyáltalán mi a teendője az érintettnek? A mostani moratóriumot ugye egy kicsit szűkebb kör veheti majd igénybe, mint azt lehetett fél évvel ezelőtt. Igen, ugye eredetileg 2020 márciusában, december 31-éig hirdette meg a fizetési moratóriumot a kormány, akkor ez mindenkire kiterjedt, minden hiteladósra, ahogy mondtam is, lakossági és vállalati ügyfelekre egyaránt. Most szűkítette a kör, tehát 2021. január 1-től, ugye fél éven keresztül újra lehetősége van élni ezzel az adósoknak, azonban itt már a rászorultak részére nyitotta meg ezt a lehetőséget a kormány, nevezetesen a nyugdíjasok, a közfoglalkoztatottak, a munkanélküliek és a gyermeket nevelő családok élhetnek ezzel a lehetőséggel. A vállalkozások közül pedig azok, akiknek több mint 25%-kal visszaesett a bevétele. Továbbra is úgy lesz, hogy nekem kell jeleznem azt a bankom felé, hogy én szeretném fizetni, vagy megkeresnek esetleg online, más módon? Várhatóan továbbra is automatikus lesz ez a lehetőség, tehát aki a jogosultsági körbe tartozik, annak automatikusan 2021. január 1-től meghosszabbításra kerül újabb 6 hónappal a fizetési moratórium időszaka. A vállalkozások esetében valószínűleg nyilatkozni kell majd arról, hogy ugye 25%-kal, több mint 25%-kal visszaesett a bevételük, és ezt véletlenül alá is kell majd támasztani valamilyen dokumentummal. A lakosság esetében ott izgalmas kérdés az, hogy a bank hogyan fogja a jogosultak körét pontosan meghatározni, hiszen nem feltétlenül van információja egy banknak arról, hogy nekem van-e gyermekem,
arról sem feltétlenül, hogy munkanélküli vagyok, mert attól, hogy nem érkezik mondjuk az adott bankban vezetett bankszámlámra jövedelem, még nem biztos, hogy munkanélküli vagyok. Tehát itt még az elkövetkezendő időszakban a bankoknak erre ki kell dolgozniuk egy megoldást, hogy hogyan fogják tudni. Lehet, hogy akkor célszerűbb. Valószínűleg nyilatkoztatni fogják az ügyfeleket erről. Ha már említettük azt, hogy aki tudja, azért mégiscsak fizesse, miért is jó az, hogyha tudjuk fizetni? Mi változik, ha most néhány hónap kimarad, utána ugye a hitelt azért azt nem lehet megúszni, azt vissza kell fizetni? Persze. Azért javasolt fizetni, mert nyilván a moratórium időszakában is kamatozik a hitelünk. Tehát ez egy átmeneti fizetési haladékot jelent, ebben az időszakban sem tőke, sem kamat, sem díjfizetési kötelezettsége nincsen az adósoknak, azonban a kamat az ebben az időszakban is ketyeg, és ezt utólag meg kell majd fizetni. Továbbra is várhatóan úgy lesz, hogy a törlesztő részlete nem fog nőni azoknak, akik élnek a további meghosszabbítás lehetőségével, azonban a futamidő tovább nő. Így tudják megoldani azt, hogy a törlesztő részlet az ne változzon a futamidő kitolásával. Egy átlagos hitel törlesztésnél mondjuk ez egy-két hónaptól lehet akár évekig is terjedhet? Hát akár több hónap is lehet. Tehát mondjuk egy nagyobb összegű hitel, ez ugye attól függ, hogy mekkora a hitelnek az összege, mennyi a futamidő, milyen kamat, tehát mi a kamata a hitelnek, és ettől függően, tehát akár hónapokkal is kitolódhat egy nagyobb összegű hiteltartozásnak a futamideje. Irodavezető asszony, ön szerint kinek érdemes élni ezzel a lehetőséggel? Hát rossz szóval mondhatnám azt is, hogy ön kinek ajánlaná, hogy éljen ezzel a lehetőséggel? Hát mindenképpen csak is azoknak, akiknek tényleg a járványhelyzet, vagy ez az elhúzódó válság nehézséget okoz, anyagi nehézséget, és valóban nem tudják most előteremteni a törlesztő részleteket, vagy csak nagyon nagy nehézségek árán, nekik érdemes élniük ezzel a lehetőséggel. Aki meg tudja ezt oldani, és tényleg lehetősége van rá, hogy tovább fizesse a hitelét, még hogyha egy kicsit ehhez meg is kell húzni a nadrágszíjat, mindenképpen azt javasoljuk, hogy fizesse tovább, mert ahogy mondtam, egy nagyobb összegű hitelnél ez akár több százezer forint plusz kamatterhet is jelent, amit ugye a futamidő kitolásával kell majd megfizetni, és akár több hónapon keresztül tovább kell fizetni majd a hitelét az adósnak. Akkor az érintetteknek ez most vállalkozóknak, családoknak egy kis levegővételnyi lehetőséget nyújt. Ugye a magyar közönyben még nem jelentek meg a részletek, tudja-e már a pénzügyi szakma, hogy ez mikor várható, hogyan lesz, hol lehet majd ezek felől, a részletek felől tájékozódni? Most már a napokban, tehát biztos, hogy nagyon rövid időn belül meg fog jelenni a magyar közlönyben a jogszabálynak a módosítása. Igazából biztos vagyok benne, hogy minden bank nagyon rövid időn belül tájékoztatni fogja a saját ügyfeleit az új módosult szabályokról, és természetesen az ügyfelek a pénzügyi navigátor tanácsadó irodahálózat irodáiban is kaphatnak erre vonatkozóan tájékoztatást, információt. Mi díjmentesen mindenkinek nagyon szívesen segítünk, és elmargyere azok a szabályokat. Végezetül ezekben a napokban már tetszenek érezni azt, hogy az érdeklődésből, e-mailekből, telefonokból, hogy ez foglalkoztatja az embereket, a lehetőség? Igen, már azért érkezett néhány kérdés erre vonatkozóan, de valószínűleg akkor fog majd több kérdés jönni, amikor már valóban a bankok is fogják tájékoztatni az ügyfeleiket erről. Amilyen kérdéseket kaptak, azok közül a nagy többség elhangzott, most föltettem én, vagy van-e olyan, ami esetleg foglalkoztatja az embereket, de mondjuk én nem tettem itt föl önnek. Azt gondolom, hogy a legfontosabb dolgokról szót ejtettünk. Azok elhangoztak. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, köszönöm, hogy vállalta ezt a beszélgetést. Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.